A Pannon percek műsorát hallják. A Pannonvár Színház aktuális híreivel, újdonságaival szerdánként jelentkezünk a Méz Rádióban, 16 óra 50 perckor. Gecs Mónika vagyok, a Pannonvár Színház marketing menedzsere. Köszöntöm a Méz Rádió hallgatóit! November 19-e és 21-e között a 2022-es Tánc Nemzetközi Kortárs Fesztiválra hangolódunk. Híd, vajdasági alkotók Veszprémben címmel háromnapos programmal készülünk. Ladik Katalin költő színésznő, Alice Kódországban performance estjét tervezzük, és Tolnai Ottót, Kossuth Díjas szerbiai magyar író, költő, műfordítót, a vajdasági magyar irodalom sokoldalú és egyik legkiemelkedőbb alakját várjuk. November 21-én József Nagy, Omma című előadása érkezik hozzánk, mely egy kivételes lehetőség, hiszen az idei Velencei Biennálé és a Szabadkai Desiré Fesztivál után először Veszprémben nézheti meg a magyar közönség. A magyar származású világhírű koreográfus új munkájában egy 8 afrikai táncosból álló csoportot állított össze, amelynek tagjai olyan helyekről származnak, mint Mali, Szenegál, Burkina Faso és a Kongói Demokratikus Köztársaság. Lenyűgöző táncelőadás, a test, a mozgás, a fény, a hanghatások és a csend tökéletes fúziója, mely a szándékosan üresen hagyott színpadon igen erősen hat érzékeinkre. Jegyek már természetesen kaphatók a www.pannonverszínház.hu oldalon, vagy személyesen a Hangvillában található jegyirodánkban. Háromnapos programunkkal nem csak az évenként megrendezésre kerülő táncfesztivált szeretnénk életre kelteni, hanem kivételes előadásokat szeretnénk elhozni Veszprémbe, hiánypótló és egyedülálló műsorkínálatot nyújtva közönségünknek. Találkozzunk őszi Post-Táncfest rendezvényünkön, Híd, vajdasági alkotók Veszprémben címmel november 19 és 21-e között.